Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Tamás Roland vagyok, a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója. Eredetileg, amikor megterveztük ezt a, vagy megterveztem ezt a videót, akkor arra gondoltam, hogy egy olyan bemutató órát, bemutató foglalkozást fogok tartani, amikor már egy gyermekcsapattal ugye elég előre haladott állapotban vagyunk itt a drón használatban. Ugyanakkor a pandémia és a vírushelyzet az keresztül írta ezt a számításomat, ezért úgy döntöttem, hogy inkább egy ilyen bemutató filmet készítek arra vonatkozóan a drónokat, hogy hogyan lehet használni, hogyan lehet a közoktatásba bevinni. Na most a videó az olyan pedagógus kollégáknak készül elsősorban, akik még nem használtak ilyet, nem tudják, naívak ebben a témában, de nagyon szeretnék esetleg ők is, vagy érdekli őket a téma, és azon gondolkodnak, hogy a jövőben hogyan lehet a, mondjuk akár az alsó, akár a felső tagozaton a drónokkal színesíteni az iskolai munkáján. Ugye, hogy miért én 3 éve foglalkozom drónokkal, 2 éve ugye a Monori Tankerületi Központ is előtérbe helyezte a drónoknak a használatát az intézményben és a tankerületben, és hát a Monori Tankerületi Központban megalakult egy drón munkaközösség, aminek a vezetője vagyok, és hát próbálkozunk ennek az eszköznek az elsajátításával és az iskolai használatával, hogy mi a drón, ugye az egy pilóta nélküli, tehát több de pilóta nélküli távirányított és mindenféleképpen repülni képes eszköz. Hogy mire jó, vagy miért fontos a drón, és itt nem csak a programozás szempontjából mondom, hanem az, hogy az egy nagyon gyorsan fejlődő iparág. Ezt észre lehet venni abból is, hogy a 2021-es évben ugye egy új drón szabályozás jött ki, ami ugye a pilóta nélküli légijárműveket leszabályozta. Tehát a jövőben ugye a nagyon sok olyan foglalkozás fog erre épülni, vagy nagyon sok foglalkozásnak a kiegészítő eleme lehet, és ezért is fontos, hogy megtanítsuk a gyermekek számára magát a drón használatot, hogy melyek ezek a területek, ugye akár a fotózásra gondol mindenki, a videózásra, a mezőgazdasági felmérésekre, területfelmérés, vegetációs időnézés, permetezés, akkor a különböző közszférában is lehet, tehát a tűzoltóság, a katonaság területén a magyar rendőrség ugye már pár éve használja ugye a drónokat, akár itt a határvédelem szempontjából, bűnüldözés szempontjából, úgyhogy úgy gondolom, hogy a drónoknak mindenféleképpen a jövőben nagy szerepük lesz, akár a csomagszállításban, úgyhogy ezért gondoltam úgy, hogy iskolákban ugye bevezetjük a drónokkal való foglalkozást. Ha megnézzük a 2020-as nemzeti alaptantervet, és hogy a kerettantervben ezt hogyan lehet elhelyezni, ugye akkor a robotika és a kódolás alapjai az 16 órát, tehát egy 68 órából egy 16 órát tesz ki ugye magából a digitális kultúra tantárgyból, ami azért egy elég jelentős, de akár az alkotás digitális eszközökkel, tehát több olyan témakör van is található, amiben ugye be tudjuk illeszteni akár már 3.-4. osztályban. Most intézményünkben, mivel első osztálytól tanítottuk ugye az informatikát, mint tantárgyat, ezért sikerült ugye eljutni oda a jelenlegi 3.-4. osztályos tanulókkal, hogy bevezethettük ezt a drónokkal való oktatást és programozást. A mi választásunk az a DJI Tello Edu drónokra esett. Na most ugye itt könnyen megtanítja ez a drón ugye a különböző programozási nyelveket, tehát a Scratchben, Pythonban lehet programozni. Na most ez egy alapszintű drón, viszonylag nem olyan drága, 40 ezer forint környékén mozog. Amit kell tudni róla, hogy ezt telefonnal nagyon-nagyon könnyedén lehet irányítani,
programozható drón, tehát tökéletes az oktatásra. Vannak hozzá különböző programok, a DJI Tello applikáció, DJI Tello Edu applikáció, de a DroneBlocks nevű szoftver is rendelkezésre áll. Ezeket be fogom mutatni a későbbiekben. Na most harmadik osztályos tanulókkalról készítettünk egy régebbi anyagot, tehát ez nem erre a tavaszi oktatási napokra készült videó, hanem ez egy régebbi foglalkozásnak az anyaga, és akkor abból igyekeztünk szemezgetni. Ennek megfelelően ezek a tanulók még soha nem használtak drónt, soha nem volt a kezükben, tehát a legelső foglalkozás, úgyhogy lehet látni, hogy majd mennyire voltak ügyesek, mennyire nem, mennyire voltak fogékonyak az újra. Na most 2021-ben említettem, hogy egy új dróntörvény jött ki. Na most ez egy 80 grammos játékdrón, nem gondolom, hogy ezt annyira büntetendő lesz, tehát ezt úgy érzem, hogy nyugodtan lehet majd használni az intézményekben. Ugye ez egy beltéri drón, nem is kint repülünk, tehát nagyobb belmagasságú tanteremben, tornateremben bátran lehet majd használni. És ugye az elmúlt időszakban, talán 2019-ben volt az első ilyen DJI Tello-val kapcsolatos programozási verseny. Jól tudom, akkor ezt ott Scratchben kellett egyébként programozni a gyermekeknek. Mint említettem, ugye a videóban harmadik osztályos tanulók lesznek majd láthatóak. Meg fogjuk majd egyébként nézni később ezeket is. Látjátok, hogy ezek a kicsi iskolai programozható drónok, de van ott az is iskolai, de azt nem programozásra, hanem egyéb feladatokra van tervezve, oda ide kell betenni a telefont, és úgy tudjuk ugye irányítani. Nem baj, hogyha nem sikerül, az sem baj, hogyha éppen nem oda repül, aki szeretné, az mindig úgy használja, hogy a drónt, hogy mehetsz vele. Tehát, hogyha könnyed neked úgy, hogy pontosan hol van a levegő, nagyon nehéz megtippelni, itt állok, képzeljétek el, és akkor meg kell tippelni, most felette van, vagy nincsen felette, vagy alatta van, hol van, az úgy nagyon-nagyon nehéz. Egyébként nagyon nem lesz egy egyszerű feladat, ugye? Lána azoknak, mert még sosem, vagy annak, aki sosem drónozott. Jó, és itt az a lényeg, hogy ez most nem tudod, még egyen megpróbálhatod, jó? Ezzel csak a ne akarja bal kezeddel, csak a jobbal menj egy ilyen négyzetet, jó? Áll lassabban vissza. Nem kell gyorsan, nagyon lassan. Látod, hogy arra menj, visszahúzod másik kezeddel. Ja!
tudják csinálni is. Ha megnyomod, most le van állítva erre a módra, nézd, akkor keresztül fordul magába. Egyébként a másik. Igen, mert annak már a kifogyott a története. Hopp, képzeljétek el, nekem a kisfia 5 éves, a Dávid, és akkor itt a házba ő szokott menni vele. Jó, szuper, próbáld meg leszállni. Megnyomjuk még egyszer. Szuper. Ki nem volt még? Jó, próbálnám még egyszer elmenni alatta, jó? Hogy itt ne vissza, alatta át, vissza se korod fel. Egyébként nektek sokkal jobb, mint nekem, mert az én kezem, mondom, már annyira rá van szokva ezekhez a kontrollerekhez. Gyere egy kicsit, ha jobban tetszik, akkor gyere egy kicsit. Ide fogsz a szállni, jó, szuper! Hát ügyesebb voltál, mint én. Gratulálok, gyere! Na, ezt nem nyomjuk, felrepülünk, elhúzzuk. Szuper, lassan. Na, az a lényeg, hogy mindig lassan kell először irányítani. Amikor már megszokja az ember, akkor lehet kicsit gyorsabban is. Jó, előre fele tudom, csak jó kezeddel. Nagyon szuper, megáll. Kicsit visszáfog. Ah, az jó helyen van, szerintem szálljunk le. De ügyes vagy, el is találtad. A drónnal való programozást ugye elő lehet készíteni. Én megmondom őszintén, hogy én még használtam a Comenius logót velük, tehát különböző logo imaging, tehát teknőcöket mozgattunk, és ugye úgy ismerték meg a tanulók ugye két dimenzióban a programozásnak az alapjait. Amikor picik, tehát első osztályos korban már ugye én elkezdem velük a robotjátékot, fogok egy ilyen karton dobozt, ráhúzom a fejükre, és akkor a másik pedig irányítja a teremben, és adott helyre kell mozogni. De szintén nagyon jó az itt látható, ilyen különböző robotok, ugye alsóba, felsőbe ő itt Vörni, az egy Lego robot, tehát a különböző életkori sajátosságoknak megfelelően több ilyen eszközünk van arra, hogy előkészítsük magát a programozást, tanítását ugye drónokkal. Egyébként annyi a különbség, hogy még ezek ugye két dimenzióban használható robotok, eszközök, vagy a teknőc is ugye egy kétdimenziós alakzatokat rajzol és hoz létre, addig ugye a drónoknak már XY Z tengelyen kell mozogni. Mint említettem, a drónt kettőféle módon lehet irányítani. Az egyik ugye a Tello drónnak a repetése kézi vezérléssel, valamint a másik a programozás. Na most mind a kettőhöz nincs másra szükség, csak egy mobiltelefonra. Egyébként nem csak Android alapon, hanem iPhone-on keresztül is ugyanúgy lehet irányítani. És akkor nézzük. Már is az androidos telefonnak a képernyőjét látjuk, és akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet ezzel repülni. Ugye a DJI Tello-t nagy tágas helyiségben kell reptetni, ugye kültérben erősebb szél miatt elsodródhat, tehát törekedni kell az ütközéseknek az elkerülésére, ugye ezt mondanom sem kell. Egyébként a könnyű légkondicionálók vagy ventilátorok szele is ugye el tudja téríteni magát a drónt. Na most itt vagyunk. A minden drónnak van egy száma. Itt lehet látni, hogy a Tello 5B4ACE, és hozzá le kell először is kapcsolni magát a drónunkat. Majd visszamegyünk, és már látjuk is ugye a drónunknak a képernyőjét, hogy éppen az adott helyiségben mit lát. Ez maga a program, ugye lehet irányítani, fel lehet vele repülni, ha húzzuk, akkor automatikusan felmegy a helyiségbe a
drónunk, halljuk ugye a hangot, látjuk, lehet ugye forogni az irodában, tehát körbe lehet nézni rajta, még egy ilyen kis helyiségben is. Tehát van visszafordulási mód, akkor különböző irányban bukfencező mód, videófelvétel készítése, amíg a drón távolodik vagy közeledik, egyetlen hely körül repül és videót készít, ugye? Itt ezekről a módokról beszéltem, 360 fokos videót készít, miközben saját tengelye körül fordul, tehát egy egész profi kis eszközről van egyébként szó. Amikor automatikusan repülnek a drónok, vagy automatikusan mennek az eszközök. Tudtok-e nekem példát mondani egyébként, hogy hol van ilyen? Hol van ilyen, amikor nem nyúlunk hozzá, és automatikusan megy mondjuk valami, igen? Tessék? Hát az autóba is lehet, vannak már olyan autók, amik... Tesla. Például a Tesla is, ami mit csinál? Önvezérlő módon ugye meg. De képzeljétek el, hogy például repülőgépet sem nagyon gyártanak már olyat, legalábbis katonai repülőgépet, ami be ember ül. Tehát ezeket már általában távolról vezérlik, és ilyen eszközökkel ezt nagyon szépen meg lehet tanulni. Következőnek lehet, hogy majd a másikkal, vagy megnézzük azt a programot, aminek az a különbség, ahogy a Burning-nél emlékeztek a Lego robotnál, mindig adtunk egy utasítást, hogy menj előre, kettőt, ugye akkor ment a Burning előre kettőt, fordulj jobbra 90-et, akkor fordult 90 fokot, és akkor utána még le is lőttük egymást. Emlékeztek? Jó? És lelődni nem fogjuk egymást ezzel a drónnal. Ha ide néztek, gyertek Marci egy picit, látjátok a parancsot, az, hogy felszáll. Ugye fly forward, előre megy, hány centimétert? 50 centimétert, és csinál egy ilyen trükköt, flip forward, az ugye megfordul, átfordul maga körül előre, majd leszáll, és akkor megpróbálunk mindenki egy-egy ilyen mozdulatsort megcsinálni. Nem feltétlenül ugyanezt, majd kitaláljuk, hogy mit szeretnél csinálni. Idejöttök, és le fogjuk repülni, jó? Egyesével. És mindenki visszacsúcsán, Laura maradjál már itt akkor. Még egyszer. Nem megy meg. Picit vissza, úgy. Oké? Okay. Jó, most azt mondja, hogy csináljon egy trükköt, merre forduljon meg. Tudod előre, hátra, le, megnézzük? Na, húzd oda. És a végén lent. Parancsot, azt behúzzuk. Nagyon szuper. Laura kimondtan ügyes, és akkor próbáljuk meg, így kell elindítani, hogy launch mission. És akkor megnézzük, hogy megcsinálja. Most előre megy 200 cm. Utána fordul egyet, most benne balra forgatjuk. Igen, hopp, és automatikusan le fog szállni. Na, azért. A másik az a DJI Tello Edu software, és ugye oktatás kategóriában van benne, ez már én csak frissíteni tudnám, mert szintén le van töltve. Nézzük meg, hogy hogyan működik a program. Itt vagyunk a Tello Edu-nál, rákattintunk. Az applikációban egy ilyen szimulációs küldetéseket lehet végezni. Ugye az indítás után ez a kép fogad bennünket, ez a kisfiú vagyunk mi, igazából is különböző küldetéseket hajtottunk végre. A bal alsó sarokban található piros szintű ikonra kattintva el lehetne kézi vezérlés módba, behalkítom, még jobban, kézi vezérlés módba lehetne kapcsolni, és akkor tudnánk irányítani. Viszont vissza fogok menni. Tehát itt vagyunk alapjáraton a küldetéseknél, és először tudjuk szimulálni. Ez a kezdetek, ugye angolul van, tehát azért érdemes egy kis tudást is betenni. Ez a kezdő, ugye ez egy blokk alapú programozást jelent. Nagyon egyszerűen végig követ minket ez a végig tudjuk követni ugye
a drónnak a helyzetét. Tehát azt mondom, hogy rákattintunk a startra, és azt mondom, hogy felszállás, ide tudjuk húzni. Végzünk mozgást, ugye előre megy egyet, a cél az, hogy abba a karikába bemegyünk, és hogyha rákattintunk a... Hoppá, bocsánat, még egyszer kattintunk, tehát előre megyünk egyet, akkor megint felszáll a drón, és megcsináltuk ugye az első kicsi pályát. Megyünk a következőre. Ugye itt látjuk, hogy fel kell repülni a drónnal, de látjátok, hogy nem egyet kell előre menni, hanem beírjuk, hogy kettőt. Megnyomjuk a startot, felszáll ugye a drónunk, és tudunk tovább menni. Egyébként az első pályaválasztás ugye egyszerűen elérhető, nagyon-nagyon szokták szeretni a gyerekek, és nagyon-nagyon könnyen tudnak tanulni. Na most itt már kell bizonyos mozgásokat végezni, ugye a gyakorló pályánál mindig mondja, hogy melyiket, ugye először fel kell szállni, rákattintunk a motionre, balra megy ugye a drónunk egyet, utána előre megyünk vele, de valószínűleg nem egyet kell, majd még egyszer megcsinálom, valószínűleg nem egyet kell előre menni, hanem kettőt, utána pedig jobbra fogunk menni, és megnyomjuk a startot. Előre megy kettőt, jobbra. Tehát blokk alapúan itt lehet, vannak különböző 9 darab ilyen pálya van, még nézzünk meg mondjuk egyet. Jó, ugye itt már nem használja, vagy már itt nem segít nekünk ugye, hogy mit kell, ugye felszáll a drónunk. Ugye itt már vannak különböző parancsok, felfele megyünk mondjuk még egyet, utána balra megyünk egyet, egyébként el is lehet húzni, hogy lássuk szerintem. Álljunk csak, igen, mindjárt megnézzük, hogy el lehet-e húzni. Ugye balra mentünk egyet, előre megyünk kettőt. Egy picit, hogy lássuk. Igen. Utána pedig jobbra megyünk egyet. Nézzük meg, hogy csinál-e valami jót ez a drónunk. Na, most hibáztunk egyet, mert ugye bele fogunk. Nézzük meg, mi történik ilyenkor. Leesik a drón, újra lehet próbálkozni. A gyerekek ilyenkor átgondolják, hogy mi az, amit hibáztak, és azt mondják, hogy nem egyet megyünk fel, hanem kettőt, és újraindítjuk. Ha végigmentünk a gyakorlópályákon, akkor különböző küldetések vannak, ugye a Föld, Hold, Merkur, és lehet haladni a különböző pályákon keresztül. Ez már ugye nem gyakorlás, pontokat lehet szerezni a gyermekeknek. A másik ilyen program, amit megnézzünk, ez a Drone Blocks nevű program. Csatlakoztattuk most is a drónunkat, ugye Androidos telefonon beállítások és Wi-Fi-n keresztül csatlakozik, és ez is egy blokkalapú programozás tesz lehetővé. Ugyanígy különböző navigáció, tehát itt lehet irányítani a, most ezt berakjuk a szemetes ládába, felszáll, akkor ugye take off. Navigálni lehet, ugye itt be lehet állítani azt, hogy előre megy, hátra megy, balra repül, jobbra lefül, lefele, felfele,
Tehát pici gyermekekről, ugye alsó tagozatos tanulókkal, inkább csak az előre, hátra, jobbra, balrát, de lehet például fotókat készíteni, ugye előre átfordul a drón, hátra, balra, jobbra, erre fogunk látni példát, itt is lehet ismétléseket csinálni, feltételeket megadni, és ugye ugyanúgy rá lehet húzni, mikor landoljon, a landolásnak az idejét ugye beállítani, ha csak ennyit tennék, akkor felszállnék és leszállnék. Én köszönöm szépen azoknak, akik megtekintették ezt a videót. A videó befejezése után pedig a megadott elérhetőségen egy ilyen konferencia beszélgetésen lehet részt venni, és hogyha valakinek van kérdése, akkor ott azt majd nyugodtan felteheti.